Excellenciás úrok, Bíboros úr, Püspök urak, kedves jelenlévők, szeretettel és nagyra fogadtam Érsek úr meghívását, és örülök, hogy pedagógiai munkásságom, magyarországi pedagógiai munkásságon befejezése után az első előadását ön, illetve önök előtt tarthatom. Szabadjon egy Zsoltár idézettel indítani, amely mindannyiuk által jól ismert. A klasszikus mondás úgy hangzik, Hinéma tov umanaim", Sevet Achim Gam A Szentírás eredeti nyelvén idéztem, ami annyit jelent, mi szép és mi fenséges, hogyha testvérek együtt ülnek, közösen hisznek és gondolkodnak. Elhoztam magammal a kis órámat, ide letettem magam elé, többen kérdezték, hogy itt hagyom-e. Megboldogult professzorom, Isten nyugtassa halló poraiban Benosovsz Imre, aki volt tanítványomnak és kollégámnak, Verő Tamásnak is egyik elődje volt a budai rabi székben, azt mondta, hogy az a rabi, aki szószéken tíz percnél hosszabb a prédikál, az bármilyen más jellegű meggondolatlanságokra is képes. Eh, amikor kaptam a meghívást, oda volt írva zárójelben 45 perc, és ezt tiszteletben tartva hoztam ide az órát. Most 15-19, ha jól tudom, 4 perce beszélek, az azt jelenti, hogy 16 órakor befejezem. Az előadás címét látják a mai széder és annak liturgikus kapcsolata. Egyébként nagyon modern ember vagyok. Kezemben egy ilyen csodafegyver, ez zsinagógában sajnos én nem használhatom, mert ennek halachikus akadályai vannak, de itt most jó szívvel használom fel az ősi hit tételeinek ismertetésére a világ legnagyobb közösségének jelenlévő reprezentánsai előtt. Amikor Esztergomra jövök, mindig egy kicsit megrendülök. A Szentírásnak az a mondata jut ilyenkor eszembe, amely úgy hangzik a szent nyelven, én ma kom asher in shamméit. Ezt a saját realitásomba úgy fordíthatom, nem? nagyon nehéz egy olyan helyen lenni, ahol már nincs zsidó közösség. Talán zsidó vallású sincs. Valamikor nagy közösség volt itt a második világháború előtt, a holokauszt előtt. Erről én most nem szeretnék beszélni. Annál inkább arról a lehetőségről, hogy egy órával korábban Esztergomra érve elmentem az Esztergomi egykori zsinagógába. Itt láthatják a képet. Nem messze van ide, talán 5-600-700 méterrel légvonalban. Gyönyörű épület, amelyet a korszak egyik zseniális építő művésze Baumhorn Lipót álmodott meg és valósított meg. A zsinagóga felső a közepén ott láthatják a zsidó vallás egyik nagy szimbólumát, a két kőtáblát. A két kőtáblát, amely mindig tele van betűkkel, tele van a dekalogos a tíz igebetűivel. Drámai módon láttam, és le is fényképeztem, hogy az Esztergomi zsinagóga, egykori zsinagóga tíz parancsolatán már a betűk sincsenek. Értsd, a betűk elszálltak, de a hitünk az megmaradt. A betűnk visszaszálltak az örökkévalóhoz, valóhoz, de a lelkünkben az elkötelezettség a hagyományunk, Istenünk iránt változatlan, és szeretetünk és toleranciánk a másik vallás, a más embere számára változatlan. Ennek a gondolatnak a jegyébe jöttem ide, és engedelmükkel, osztanám meg kedves jelenlétükben azokat a mondatokat, amelyek az elmúlt pár hétben, hónapban fogalmazódtak meg bennem. A 20. század második felének volt egy rendkívül összetett személyisége, úgy hívták őt Slomo német származású amerikai zsidó, egy rabi, aki gitárral a kezében bejárta a világot, és a zsoltárok szövegét, ha nem is újra értelmezve, de zenéjével igyekezett megosztani érzelmeit és gondolatait a 20. század emberével. A széderestére, a vacsora estéjére is komponált egy dalt. Ez 40 másodperc. Engedjék meg, hogy ebből egy pár másodpercet, mondjuk 15-öt, közben nézek kedves kollégámra, Rót Lászlóra, akinek köszönhetem ezt a szép kompozíciót, azt most bemutassam, és utána rögtön folytatom szöveggel. <Szorítan>

Köszönöm szépen, eddig a zene. Magyarul a fordítás legyen áldott az való a világ alkotója, aki elrendelte számunkra és megparancsolta, hogy hála zsoltárokkal szenteljük meg az ő nevét. Ezt a mondatot recitáljuk otthonainkban és zsinagógákban, Pesach ünnepén. A Pesach hünnepe, mint jól tudják, kedves jelenlévők, a három zarándok ünnepek egyike. A zsidóságon belül ez a Pesach, a szabadulás ünnepe, Szukot, a sátoros ünnepe, és Savuot a mi világlátásunkban a két kőtábla átvételének, a túrának az ünnepe. Ilyenkor Pesachon, amiről most beszélünk, felolvassuk a legklasszikusabb szöveget, amely a Tórán kívül a zsidóság számára a mai napig igencsak szent, és ezt úgy hívják, hogy Haggáda. Haggáda, Héber szó, annyit jelent, hogy elbeszélés. Az elbeszélés széderest ünnepi narratívája, amelynek három forrása van. Részint a Tanach, tehát a zsidóság ószövetsége, mondjuk így, a második a Talmud, a pozbiblikus irodalomnak a kimeríthetetlen tárháza, és Rambam, azaz Maimonides, a középkor egyik legnagyobb filozófusa és kodifikátora, aki kvázi végleg kodifikálják, összefoglalják a széder estének a menetrendjét a későbbi korok számára. Ez így történt, és így történik a mai nap. A széder este, maga annyit jelent széder, hogy rend, egy nem zsinagógai, hanem zsinagógán kívüli esemény, amelyet vagy közösségben, vagy családi körben ünnepelünk. Arra a szentírási mondra vezet, mondatra vezethető vissza, amely azt mondja, vehigadetá lövin magyarul, és meséld el gyermekeidnek. Szentírási, kategórikus, imperatívus, hogy tovább kell adni a hagyományt. Elbeszélni, kommentálni és illusztrálni. A hagáda az az egyetlen olyan könyv, amelyet zsinagógában nem használunk, mégis imádkozunk bennőle. Az egyetlen olyan könyv, amely használatunkban van, ugyan zsinagógán kívül, de amely illusztrációkat is tartalmaz. Egy kicsit talán hasonlatos a Biblia Pauperumhoz. A vehigadeta lövin a mond el, beszéld el gyermekeidnek parancsolata mellett természetesen a központi gondolat az, hogy ez a perszák az elkerülés ünnepe, Hak a tavasz ünnepe, az újrakezdés előtt. De mindenek előtt és mindennek felett a zsidóság teológiai rendjében vagy rendszerében ez Hak herut, azaz a szabadság ünnepe. A szabadság ünnepe. A bevezető képeken megmutatom még egyszer, ahol a cím is van, ha visszamegyünk egy kicsit a legelső képre, lehet lesz látni minden idők egyik legismertebb és legtehetségesebb, még egyel visszamennénk. Ez Mark Chagallnak az ismert alkotása, az a szíme Exodus. Héberül magyarul kivonulás. Ez egy háromszor négy méteres kompozíció, az izraeli parlament aulájában található, mint egy értékkel. A kivonulás, a szolgaságból a szabadsága. A szó fizikai és lelki értelmében egyaránt. Nem véletlen, hogy a zsidó hagyomány úgy tartja, hogy a szabadságnak két olyan formája van, amely mindig üzenetet fogalmaz és tartalmaz, és, és, és állandóan aktuális. Az egyik a fizikai értelmbe vett szabadság, a másik pedig a szellemi. Pesach a zsidó húsvét az elsősorban a zsidó teológia értelmezése szerint a fizikai szabadságnak az ünnepe, és a hét, hét múlva rá következő, az követő ünnep, a savót pedig a tóra adásának, értsd, a szellemi szabadságnak az ünnepe. Ahogy a zsidóság ezt értelmezi. Nem véletlen, hogy a tíz parancsolat számunkra, annyi, rámunkra is annyira fontos igéje, úgy kezdődik, Anochi Adonai én vagyok az örökké te Istened, és mindannyian jól ismerik a folytatás, a Serhocé aki kihoztalak téged Egyiptom országából. Isten legnagyobb adományainak egyike az, hogy népét megajándékozta a szabadság lehetőségével. Minden egyes esztendőben, széderestéjén, a galúti világban két estén mindig a széderre, a szabadság megélésére, ünneplésére gondolunk. Ha tovább megyünk egy képpel, mehetünk még egyen, még. Ez az, ez nagyon jó. A Széterest a diaszporában. A Széterest a diaszporában eltér az izeli széderektől. Izer országának széderétől. Magyarországon és a diaszpora többi országában két szédereste van, Izer országában csak egy. Ennek az okáról engedjék meg, hogy most nem beszéljek, mert túl hosszú. A Szétereste központi gondolata, az az elbeszélés, a folytatólagosság tanítása, átadása a gyermeknek. Ha egy, e, egységgel tovább megyünk, azt fogjuk látni, hogy milyen sorrendben e, van megfogalmazva a ünnepek rendje, még egyel tovább, és itt már elérkezünk a Peszák Isten tiszteleti rendjéhez. A persák Istentisztelti rendjének van két olyan eleme, amely sok ideológiai, gondolati párhuzamot tartalmaz a kereszténység gondolatiságával. Jelesül a Peszák ünnepének, a széderestének is van két nagyon domináns eleme. Az egyik a kenyér, a maca, a másik a bor. A keresztény teológiában egy két fogalomnak más az értelmezése, a zsidóság vallásában is más az értelmezése, de a jelentősége mind a kettőnek domináns. Széderestéjen pedig különösen. Amikor a szédereste asztalára feltesszük a három macát, és a középsőt, a középső részét ketté törjük, ennek is megvan a saját üzenetértéke, úgy a kereszténység, a kereszténység számára, mint a zsidóság számára. Amikor a bort áldással az ajkunkon felhörpintjük, üzenetértéke van és elkötelezett értéke. A gyerekkel, a gyermekkel való foglalkozás szinte mindennapos. Amikor én, én, a rabi, mondom önöknek azt az idézetet, hogy engedjétek hozzám a gyermeket, a zsidóságban ez a mondat széterestén különösen aktuális, mert a gyermek központuságnak van igen nagy jelentősége. A ekkora fő, gyermek akkor a főszereplő. És kérdezi Mánistana, miben különbözik ez az éjjel az összes többitől. Korábban... A végére helyezték a Mánistánok kérdését, a Szédereste végére, de a gyermek elaludt. És ezért forradalmi változást találtak ki a mestereink, és azzal az egyszerű eszközzel vágták át a Gordiusi csomót, hogy a klasszikus négy kérdést nem a Szédereste végére, hanem a Szédereste legelejére tették, és mindig a Szédereste folyamán, fenn kell tartani a gyermek figyelmét, hogy értse és érezze, hogy mit jelent az est jelentősége, amelyben a megváltásunkról, Egyiptomból történő megváltásunkról szólunk. Négy kifejezés van. Vöhó céci, vöhi calti, vö gálti, a lakáhti. Kihoztalak, megváltottalak, stb. stb. Minden egyes szónak üzenetértéke van az Egyiptomból való kijövetel. És nem utolsó arra, hogy emlékeztessük a szédeltáron lévő különleges eh, étel eh, variációkkal az egykori szentélybeli áldozatokra. A húsra, a sósvízre, a könnyeket szimbolizáló sósvízre, a charószetre mindegyiknek megvan a magas speciális üzenetérték, és a gyerek odafigyel. És ha nem eléggé, akkor ábrázolják őket, így alakulnak ki az illusztrált, kéziratos hátgádák, a legszebbek és a legnemesebbek a zsidus, zsidóság illusztrációs rendszerében. A hátgádák nagyobb részt Imakönyveknek, vagy kvázi imakönyveknek tekintendők. Ha tovább megyünk eh, még kettővel, Lacikán. Aha, ott van. Kvázi imakönyvek. Rövidebb, kisebb teológiai összefüggések van. Ez ad egy közösségi élményt, és ad egy családi élményt. Szeretném önöknek elmondani, hogy minden korban más és más a Haggada felolvasásának a hangulata, a dallamvilága, az üzenetértéke. És az sem mindegy, hogy milyen korban, vagy milyen körben történik meg a széder estének a recitálása. Nem mindegy, hogy az 1943 valamelyik magyarországi kis falujában történik, vagy 2018 Budapestjé. Más a világ, más a rendje, más a gondolkodása. Így aztán a széteresték klasszikus elemének a haggádának a tartalmában és a formájában is különböző variációkat tudunk bemutatni. Engedelmükkel néhányat megmutatnék a zsidóság történelmi rendszerében. Az első, amelyet szíves figyelmükbe ajánlok, Barcelonában készült 1301-ben, de csak a 19. század közepén került napvilágra Szarajevóban. Micsoda út Barcelonától Szarajevóig. Ez az első olyan hagáda, amelyben nem csak a klasszikus, kodifikált textus található, hanem illusztrációk is megfogalmazódnak benne. Nem más, mint egy illusztrált bibliai képeskönyv a világ teremtésétől Mózes haláláig. A gyermek, amikor ezt kézbe vette, akkor először megnézte a bibliai történetet, és utána megnézte a széderestének a szövegzését és a benne lévő illusztrációkat. Ma ez a Szarajevói Nemzeti Múzeumnak féltve őrzött kincse. Pár évvel ezelőtt még aktív orzsés oktatói koromban elutaztam Szárajevóba, 48 ad magammal. Nagy álmom volt megnézni eredetiben a világ legrégebbi haggadáját, 1301-ből. Autóbusszal. Másfél napig utaztunk. Nagy nehezen bejutottunk a múzeumban, két-három vaskapunk kellett átmenni, és ott volt előttünk a Szárajevói hágáda. Megrendültem, majd utána kicsit elszégyeltem magam azért, amit mondtam. Azt mondtam, hogy ez nem az igazi ez nem az igazi szaráje, hágáda. És az idegen vezetőnk rám nézett, és azt mondta, önnek igaza van. Ez egy másolat. Másfél napig utaztam azért, hogy a másolatot megnézhessem. De hát érthető, féltik az eredetit. Egy évve egyszer hozzá ki a féltve őrzött kincset, és viszik el a szarája a mini Szarajevai közösséghez, rendőri kísérettel, és ott ugyanúgy, mint az elmúlt nem tudom 800 évben, egyszer felolvassák belőle a Száhagádát. Ez a legrégebbi. Mutatok egy másikat. Ennek a neve Kaufmann Hagáda. Kaufmann Dávid gyűjteményben található Magyarországon a Tudományos Akadémiában. Körülbelül ugyanabban a korszakban, valamivel később készült. Egy magyar tudós, Kaufmann Dávid vásárolta meg 1890-es években egy olaszországi kis antikváriumban. Elhozta Magyarországra, és a halála után az akadémiára kerül. Azóta féltve őrzött kincsünk, Faximilében kiadták, kiadtuk, bárki számára nyomon követhető. Nézzük meg a következőt. Nagyon furcsát fognak látni. Madárfejű hágádá. A zsidóságban ugyanúgy, mint az iszlámban tiltott az emberábrázolás. Tehát egy olyan hágádát fogalmaztak meg, ahol az emberek fejére egy madárfejet képzeltek, és így nem kontrakarírozták a szentírási igéket. Főleg Itália Spanyolország és Németország volt a korabeli hagádák készítésének a forrása, és aztán innen terjedt el a világa, mindaddig, amíg ez a zseniális ember Gutenberg fel nem találta a környomtatást. Néhány évtizeddel a könnyomtatás után Velencében megjelenik az első nyomtatott hagádá, de abból nincs kópiánk. Ezzel szemben van 1526-ból, ezt is meg tudjuk mutatni. Ez Prágában jel. Ez az első ismert és nyomtatott hágáda a világon, amely elterjedt. Fametszetek alapján készült, és benne a klasszikus szöveg, és a környezetében olyan megoldások, amelyek visszaadják a kornak és a körnek a hangulatát, amelyben éltek. Menjünk egyet tovább. Egy picit ugrok ide Magyarországra, és immár a 20. század első évtizedében élünk. Egyre inkább szüksége van az embereknek nem csak nemcsak nem csak széderek megtartására, hanem aktuális hagádának kézbevételére. Olyanra, amelyben magyarázatok is vannak. A zsidóság életében a kommentároknak elképesztő nagy jelentősége van. Ez az 1942-ben Rót Emil nevével fékbélyemzett egyébként Győri főrabi volt. Haggáda a következő gondolatokkal indítja a maga szent szövegét. Idézem, most képzeljük el ezt a népet ezzel a két nagy élménnyel. Ez az első mondata. A második. Egy az Isten, és ne legyen bálvány. A második, egy az ember, és ne legyen rabszolga. Ezzel indítja a haggádáját. A mai napig a legnépszerűbb, a legismertebb és a legkedveltebb Haggádák egyike. A győri főrabinak, Rótnak megvolt a maga sorsa. Hogy mondja a latin közmondás? Habente sua fata libelli. De úgy látszik, nem csak a könyveknek, az embereknek is megvan a maguk sorsa. A győri és zsidóságot deportálják, már összegyűjtik őket, Rót Emilt a helyi cionisták ki akarják menekíteni. Rót álláspontja az volt, hogy a sorsa legyen az, mint a közösségé. Beállt a deportáltak közé, elvitték, és az egész közösségével együtt ővét, őt is elégették, elhamasztották. Ugorjunk egyet. Nem sokkal később az Országos Magyar Zsidó Segítő Alap létrehoz egy olyan produktumot, amely a maga nemében teljesen egyedül áll. Az a neve, hogy Omzsa Hagada. Különleges vállalkozás. A korszak legnagyobb archeológiai felfedezéseit egyeztetik a zsidóság teológiai világlátásával, és klasszikus könyvszerkesztők, illusztrátorok és illuminátorok segítségével létrehoznak valamit, amelyet úgy neveznek, hogy Omzsa Haggáda. Ebben kommentárok, üzenetek és első olyan analizis, amelyben az Eucharisztika fogalma is megjelenik az Omzsa Haggádában. Akit érdekel, szíves figyelmükbe ajánlom, érdemes elolvasni, ma már a világhálón is megtekinthető. Megyünk egyel tovább. Azt mondtam, hogy a különböző korok különböző módon értelmezték és értelmezik a hágádát. 1945-ben a felszabadulás követő hetekben, hónapokban hatalmas lelkesedés és izgalom fogalmazódik meg a sői rithapelétá, a megmenekült, piciny magyarországi zsidó maradékban. 600 ezeren voltunk, akik oda maradtunk, és pár tízezer az, aki itt maradt. Sokan maradtak Magyarországon, Sokan elmentek az Egyesült Államokban, és sokan aliáztak Izraelbe. Akik itt maradtak, egy részük felkészült az aliára, tehát az izelbe történő kivonulás. Kellett valami ideológiai forrás, és megszületik az a mű, amely úgy ismert, hogy Zionista Haggada, amelyet másfél évvel a szerkesztés után könyomatos formában jelentetnek meg 1948-ban, a Haggáda szöveget próbálják értelmezni, még akkor is, ha bizonyos vonatkozásban szakítanak a teológiai tételekkel, de a formájában ragaszkodnak a Haggáda szövegéhez. Ugyanakkor újra értelmezik. A Haggada klasszikus szövegében az van, hogy miben különbözik ez a nap az összes többitől. A cionista Haggada szövegében az van, Hiába is kérdeznétek, ez az éjszaka nem különbözik az összes többitől. Az éjszaka sötét, mint tegnap, vagy tegnap előtt. És a hajnal, mondja a korabelicionista felfogás, még messze van. Tehát a haggádának van egy üzenetértéke annak a kornak, amelyben ez megszületik, a kor ifjúságának, a korvilág szemléletének. Megnézzük a következőt. 22 éves rektori tevékenységem alatt igyekeztem minél több kötetet megjelentetni. Többek között Rótnak, a korábban már említett, Mártír halálhat főrabinak a Haggádáját. Ezt mi adtuk ki az egyetemen 2004-ben, Kiemelve azokat az illusztrációs elemeket, amelyekkel színesebbé és gazdagabbá lehet tenni az ősi textust. Mehetünk a következőre. Új magyar fordítások. Megváltozott világ, megváltozott könyvtkultúra, megváltozott világ, és minden megváltozik. Bennünk is. Egy valami viszont változatlan. A hitünk. Az elkötelezettségünk. A Tórában, a Szent Szövegben való elkötelezettségünk, szeretetünk és ragaszkodásunk, és ugyanakkor felfedezése az új formáknak. 1999-ben jelenik meg az új magyar fordítás, azt láthatják itt előttünk. Mehetünk a következőre. A magyar haggádák rendszerváltás utáni első néhány példányát mutatom itt be, az előbbi is ez az, és a következő is az lesz. Laci, menjünk egyet tovább. 2007-ben jelenik meg a Dohány utcai zsinagógai jelenlegi főrabjának, Frölich Robertnek fordításában és interpretációjában az a Haggada, amelyet a széles közönségnek ajánl, és nem utolsóban azoknak a magyarországi katonáknak, akik zsidó vallásúak, és akarják a széderestét megtartani. Mert megtarthatják. Így aztán készhez kapják az első magyarországi olyan hagádát, amely honvédség számára készült. Menjünk egyértelműen. Esztergom zsinagógájával kezdtem, de nem mondtam el önöknek, hogy Esztergom a maga nemében teljesen rendhagyó helyet tölt be a magyarországi zsidó történetben. A 11. században, 1050-ben már feljegyszik a nevét. Emlékkő is van, az a neve a szakirodalomban Esztergomi kő, a Magyarországi Zsidó Múzeumban található, a 11. századra vezethető vissza forrás, maga a köv egyébként pannon korból való kövön 4. századi. Tehát azóta a folytatólagosság biztosított. 500 lélek maradt Esztergom és Zsidó Auschwitzban. Szinte senki nem jött vissza. Jó magam, talán 5 évvel ezelőtt jártam Esztergomban, nem hivatalos, hanem rabinikus működésemben egyik kollégénámat, dr. László Kalárit helyeztük örök nyugalomba itt az Esztergomi temetőbe. Itt nyugszanak az ősei. A klárikát, amikor elkísértük a temetőbe, megtörtént a végtisztesség, akkor bementem a cinteremben, a temetői terembe. Ezt láttam. Kívül sírok, és jobb oldalon sok-sok név és emléktábla. Ez az egyetlen olyan hely az országban, ahol a temetőben is emléket állítottak az 1948-ban kikiáltott újkori Iszraelnek. Sehol ez máshol nincs, csak itt van Esztergomban. Végignéztem, az ottani márványokat és a márványok szövegét. Az egyiket lefényképeztem, és engedelmükkel most megmutatom önöknek. Ez áll a szövegben. Miködőséi amó já magyarul, övezze, nem jó mondom, az örökkévaló népének hőseivel szerez majd népének szabadulást nem messze innen a zsidó temetőben található. És honnan az idézet? 1948-ban engediben ez a világ legmélyebb helységeinek egyike, olyan mélyen van, mint Kumrán, ott találták meg egy ballangban, mint egy üzenetértékkel. Szentírás szavával kezdtem, engedjék meg, hogy egy rabinikus idézettel fejezzem be. A középkor legismertebb filozófusai egyike Nachman idész, Rábi Móseben Nachman volt. Úgy kezdi irodalmi munkásságának egyik legkitűnőbb remekét, amely aztán a mi hétköznapi imakönyvünkbe is bekerül. Egyébként maga ez a költemény azt a címet viseli, Igeret Haramban, azaz Ramban. Nem tévesztendőszer Rambammal, Majmonidészsel. Tehát az ő neve Nachmanidész. Nachmanidész levele úgy kezdődik szentírási mondattal, smábni muszára vichá, de altitos toraté neha. Azaz, fiam, ne felejtsd apád tanítását, és soha ne hagyd el azt a szent szöveget, amit édesanyától örököltél. A Haggádának is többek között, és a szédelestének is ez az üzenete. A szüleinktől kapott szellemi örökséget, közösségben vagy családban, zsinagógában vagy belül a lélekben, de tovább kell adni. Ez a mi fennmaradásunk legfontosabb száloga. Nachmadides azt mondja az előbb idézett levelében, Inecha la matala árec, Magyarul annyit tesz, szemedet helyezd a földi valóságba, de a lelkedet mindig emelt fel, a magasságok felé kutasd az örökkévalót. Ezt kívánom önöknek. Ezt kívánom magunknak, én e nehája Bitula Matala árec, hogy itt éljünk ugyan a mindennapi valóságban, de lelkünkben, érzelmeinkben, hitünkben és szívünkben visszavonhatatlanul és örökké éljen a mindenható Isten iránti szeretet és alázat. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket.